ensam ach liebi, war jager gewordi, auf besadi, auf besadi, ich kon la emlékezés. Üres termekben a gyöngyöző falak könnyen láztatnak régmúlt arcokat. Hosszan sorjázó, néma családnevek ma már csak emlékeket rejtenek. Szöges drót mögött kivégzett, meggyötört lelkű árnyemberek. Méltóságukban sértett millió lélek. Jövőtől megfosztott, meddő remények. Bűn vár, rettegés birkózik bennem, torkomban szorít a fájdalmas félelem. Agyamban felvillan a gáztomrák zaja, merev lábakkal én is menekülnék tovább. Mi vagyunk az utókor, szégyenkezve állunk. Ha nincs is köztünk testvérünk, barátunk. Emberek voltak mind. Férfi, nő és gyermek. Hajtsunk most fejet az emlékezetnek. Gyermekként ki mástól idézhetnénk, mint Anna Frankot. Anna 1929-ben született Berlinben, majd a nácik hatalomra kerülése után a családjával Hollandiába menekültek. 1940. májusában a németek megszállták Hollandiát is, itt is elkezdődött a zsidó üldözés. Anna a 13. születésnapjára egy naplót kapott ajándékba. A napló egy kitalált barátnőjének írta bejegyzéseit, amelyek így mindezzel a megszólítással kezdődnek. Kedves Kitty! Az utolsó napló bejegyzés időpontja 1944. augusztus 1. Anna Frank élt 15 évet. Részlet a naplóból. Mindig marad valami szép. A természet, a napsugár, a gondolatszabadsága, amiért érdemes élni. Erre kell figyelni, akkor újra magunkra és Istenre találunk, és meg lesz a lelki nyugalmunk. És aki maga boldog, az másokat is boldogít. Akiben bátorság van és önbizalom, az nem pusztul el a bajban. Az emlékezés által válnak halhatatlanná az áldozatok. Gondolatok a holokausztról. Ha egyszer hatalomra jutok, első és legfontosabb feladatom lesz a zsidók megsemmisítése. Mihelyest meg lesz hozzá a hatalmam, akasztófákat fogok felállítani. Aztán akasztani kezdik a zsidókat, egyiket a másik után, és mindaddig ott maradnak, amíg bűzleni nem kezdenek. Akkor leszedik őket, és jöhetnek a következők, egészen addig, még az utolsót is ki nem írtottuk. Belém hasít, és szívem remegésének egyre folytogató erejével az égbe kiáll egyetlen kérdés. Miért? Kérdéseket feltenni és válaszokat várni tudom, hogy nem lehet. Mintha választ várnék, felnézek a holdfényes égre, és az óriássá növekedett lelkem bekopogtat az ég kapuján. De a milliónyi csillag, mint a kioltott életek meg annyi őrei, dermedten, mozdulatlanul állnak. A kapu nem nyílik meg számunkra, amíg élünk. A lelkem sírva röppen vissza a földi hazájába, és tovább keresi a szavakat, amelyek magyarázatot tudnak adni, és ki tudják fejezni azokat az emberi érzéseket, amelyek a kegyetlenségből, embertelenségből, gyűlöletből elkövetett bűnök miatt gyötörnek és folytogatnak. Ilyen szavak nincsenek. A válasz elmarad. A holokauszt a zsidók millióinak meggyilkolása tragikus és példátlan eseménye a történelemnek.
napról napra, nemzedékről nemzetékre szembe kell néznünk vele, mert az, ami az európai és a magyar zsidósággal történt a nácizmus éveiben, sohasem múló vérzősebeket ütött az emberiség fejlődésének, bizonytalan alapokon nyugvó, de kikövezett országunkkel. Érdekünk és kötelességünk a tiszteletadás, a közelmúlt szervezet pusztításának áldozatául esett zsidó honfitársak előtt, és a teljes igazságvállalása a harmadik évezred küszöbén. Hiszen jelen életünk és jövőnk becsülete egyetlen, mindent meghatározó értéktől függ. Nyíltan és felelősséggel beszélni a holokauszt nemzeti tragédiájáról. Néha-néha úgy fáj a szívem, életemet... Nem vagyok én már az, aki voltam. Lichtenauban fogoly vagyok én. Senki sem. Csak egy szám a nagy fogoly táborban. Mindenem a biztató remény. Fájó szívvel, elnehezült testtel dolgoztatnak éjszakákon át. Keservesen kicsordul a könnyem, és úgy érzem, hogy nem bírom tovább. Szép jó éjszakát. Nem vagyok én már az, aki voltam. Nincs igazi otthonom nekem. Idegenben, magamra hagyottan, nehéz bánat ül a lelkemben. Álmaimban mindig hazajárok. Várnak rám, akiket szeretek. Szürkületkor a munkába állok. Szomorú valóra ébredek. Felveszek egy fonnyat, levelet. Birkenauban élni, de rossz! Sok ezer zsidót a német ott kínoz. Sok ezer sóhaj száll a légen át, amikor hell a célappert kiállt. Célappert állni, Istenem, de rossz! Hol forró hőség, hol zápor kínoz. És ha nem állsz úgy, mint a szöveg, a Liza karja mozgásba kezd. Nem vagyok én. Birkenauban, de rossz a barak. Az eső úgy csurog be akár a patak. És ha lefekszel a puszta földre, úgy átázol ott, mint egy ürgen. Az ivás, mosdás sok gondot okoz. Az autó ritkán jár, és a sofőr pofoz. Fertőtlenítőbe fürödni mehetsz. És Éva kosztümben visszajöhetsz. Nem sokára ez a sok rossz véget ér. Minden zsidó újra hazatér. Emlékezünk majd otthonunkban. Mennyit szenvedtünk Birkenauban.